szerint, és ha nem jön el, hadd felejtsem előtt. Külön. Köszönöm szépen. Nos, akkor ugye, ahogy emlegettük már, 66 Tánza Fesztivál. Hát remélem, hogy sokan vagytok, akik tudtátok, ismertétek a szöveget is, és sokan, akik már megtanulták mamától, nem mamától, stb. De azért az nem csak olyan egyszerű koljár az eszem volt. A szoknyám olyan rövid volt, hogy júj. Mindenki azt mondta, hogy fordítva hajoljak meg a színpadon. Ott voltál, haver? És akkor? Na, szóval, én meg úgy be voltam tojva, hogy mindig megcsuklott a hangom, de a dal akkor is nyert, akkor is csodálatos volt, induljon a zene, és akinek eszébe jut a szöveg, az egy picikét, ha segít nekem, azt megköszönöm. De ha örül neki, hogy régi emlékek jönnek elő, akkor pláne, mert azt hiszem, hogy csak a csekkőt figyelem, érzem a szívemen, hogy ez majd szeretem. Kedves szóra, ne bántam még így, sokat talán, hol jár az a szem, mindig csak látom jár. Elmúlt egy nap, hogyha ő is
nyomjad! Köszönöm szépen! És akkor hadd jöjjön a következő szintén fesztivál. Ez volt az Omegával. Ja Istenem! Jövő szombaton lesz egy csodálatos Omega emlék hétvége, ahol mindannyian ott leszünk, akik szerettük, és együtt énekeltünk, együtt dolgoztunk velük. Nekem különösen, ugye hát ez én korosztályom, borzasztó dolog ezeket a fiúkat elveszteni, és nagyon remélem, hogy ezek a dalok örökké élni fognak vele, velük, velünk együtt, mert ugye én is oda tartozom. És annyira azért egy kicsi emléket, ami nem olyan negatív, sőt. Ugye abban az időben nem volt az, hogy bemész egy boltba, és azt mondjad, hogy csokolom, kérek egy ezüst csizmát. Vagy kérek egy minit. Nem volt. Bementünk Mekivel, emlékszem rá, egy ilyen munkaboltba, ahol gumicsizmákat árultak. És mondom, Meki, mi mit fogunk itt csinálni? Veszünk gumicsizmát. Gumicsizmát? Persze, neked. Ó, anyám. Az eladó azt mondja, na kiskedi csokolom, hányas a lába? Hát, jó, 38-as, miért? 41-es gumicsizma van. Mondom, uram, és én mit csináljak? Csónakázzak benne, vagy mit csináljak? Semmi gond, kitömjük magának újságpapírral. Na, ez így történt. Újságpapírral kitömve fekete gumicsizma, azt mondja neki, figyelj, vegyünk kályha ezüstöt. Vegyünk kályha ezüstöt. Na, abból lett az ezüstcsizma, a kályha ezüsttel, ami viszont belül, a lábamon belül elkezdett folyni, mert megolvadt a hőségbe meg a lámpák alatt, és fekete. A lábam olyan volt, mint aki két éve nem mosott lábat körülbelül. De akkor még kell valami, na jó, szereztünk a barátnőkön keresztül ilyen ezüst papírból darabokat, abból lett a mini szoknya, illetve a mini ruha, az az ominózus ezüst. Senki nem akarta elhinni, hogy miből lett. Tehát az is házi gyártmány volt. És tulajdonképpen én azt gondolom, hogy így a külsővel, a dallal nyertük meg a fesztivált 67-be, és mentünk utána két éve mindannyian Angliába. Úgyhogy csodálatos volt. És akkor jöjjön ez a dal, amit akkor ott, mint üvöltő dervisek, mert úgy hívtak minket, énekeltünk. De itt is lehet álmodni egy picikét.
Gyerünk, hát én itt izzadok, az sehol semmi igazán. Na, fogadjunk, hogy a következő nota az olyan lesz, hogy közösen fogjuk nyomni. Fogadjunk, hogy nem! Hogyan? Nyomjam, baby! Nyomjam, baby! Nyomjam, baby! Nyomom én! Ahogy parancsolod! Na, akkor nyomjuk, baby! Egy olyan dolog következik, amit tényleg nyomhatunk, baby! Közösen énekelve, egy csodálatos 100 000 éves örök sláger, és azt hiszem, hogy az apácák se mérgesek, hogy megénekeltük őket. Tehát akkor induljon ez a nota, és akkor jöhetünk együtt, baby! A férjön megyek, emelt a széket, apró élvezet. Egy magam, vagy sétálok csupán, mégis nem sok, ott a kulcsalány, ha jön, hogy engedj ki, hát a hírecsőt. Téged vállap mindig jól tudok, más után egy percig azt futok. Érdekelhet 50 annyi más, egy hónapba ülni vagy csapás. Isten áldjon meg! Hát levegőt kell vennem! Jó, akkor menjél! Na, nem vagyok én! Apáca! Nem élhetek bezárva! Hé-hé-hé-hé! Esem a kedvesem börtönöt! Menjek ki hát! A hüvöcsből! Hát nem vagyok én! Apáca! Nem élhetek bezárva! Mert te sem vagy kedvesem! Börtönök! Egy ki hát a hüvesből! A hüvesből! Jéjjjj! Köszönöm nagyon-nagyon szépen! Nagyon szépen köszönöm, és azt gondolom, hogy ehhez a hangulat fényhöz passzol is ez a dal, amit most fogok énekelni. Egy gyönyörű, csodálatos dal, amit most az elmúlt időkben Kökény Attival átalakítottunk duetté, tehát most már azt is fogjuk énekelni a közös bulikon,
Sőt, mi több, a jövő héttől ebből a csodálatos dalból egy véres feldolgozás is lett. Marha jó. Tehát reppes lett, de akkor még megmaradt a dal olyan, amilyen. És az is hamarosan mindenhol, tévékben, rádiókban, bulikon meg fog jelenni. De addig, akkor az eredeti és a régit, az igazi romantikust, a szerelmest, mindenkinek sok szeretettel ajánlva így a nyár közepén indulhat a zene. És ez biztos, hogy sokan lesznek, akik szép emléket őriztek ezzel a dallal. És remélem, egy kicsit énekelni is fogtok vele. Kérek, hogy velem fogtok most énekelni, de hangosan, ahogy én.
Olyan jó képű vagy ott a félhomályban, kitárt kézzel. Anyám, jaj. Milyen sok jó képű fiú vagy itt, a fenébe. Na jó, meg jó csajok. Hajrá csajok, és a dal indulhat, és nyomjuk. Nyomjuk közösen. Nyomjam, baby! Bizony. Az úcska piacra lemezek közt ötézem én. Csak is olyan a lényi zsivatka elnézhet többőtőt. És köszönöm. És azzal szeretném megköszönni, indulhat a zene, ami a búcsúdalom, hogy ebben a mai rohanó és elég fura világban azért próbáljuk meg szeretni egymást. Próbáljuk arra gondolni, hogy szép az élet, még ha sokszor nehéz is. Nagyon fontos a családunk, a hátterünk, a gyerekeink, a barátaink, és a zene. És ez a zene arról szól, saját magam írtam, szívből küldöm nektek, sok-sok szeretettel. Nem mindig kell egy barát, aki sokszor elkísér,
együtt, hogy mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, aki mákori. És mindig kell egy barát, kinek mindent elmesélsz. Na még egyet! Mert mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, ki a végből felrepít. Mindig kell egy barát, és mindig kell egy barát, ki csak érted, van veled. Elmehet a zene. És mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, aki vigaszt. Na jó, ez már úgy, ahogy megy. Mindig kell, és mindig kell egy barát, ki csak érted, van veled. Na még egyet, hogy mindig kell egy barát, mindig kell egy barát, aki vigaszt. Jó van, ez már jó. Mindig kell egy barát, és mindig ki csak érted, van veled, ki csak érted, van. És én értetek jöttem, értetek énekelek, ameddig a Jóisten engedi, és van a hangom. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a tapsot, remélem jól éreztétek magatokat. További nagyon-nagyon kellemes estét, a Jóisten áldja mindannyiatokat. Köszönöm szépen! Az alapjai című. Sziasztok! Na, a fél homályba! Azt mondja, volt egy nóta, amivel mindig kirúgdosott engem a színpadra a Lokomotív annak idején, mikor elromlott egy erősítő. És azt mondták, hogy figyelj, addig nyomjál egy pár perces valamit, amíg megjavítják az erősítőt, vagy ki nem gurul a valad. Na, és akkor én kitaláltam, hogy ezt a Janis Joplin-i világot elkezdem énekelgetni magamba, addig, amíg a zenekar összejön újból, és kezdtem énekelni a Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, and I must make a mess. We tried all my lifetime, no help from my friends. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Na most én hiába énekeltem angolul, hogy Lord, vegyél nekem egy Mercit. Nem vett. Waffennel a pofáját mondtam, hogy akkor megéneklem magyarul is. És így lett belőle a az lenne jó, az lenne jó,
hogyha, és egy kis tapsot kérek dobhelyet, mindenki szeretné a jó zenét, mindenki tudná, hogy mikor elég, mindenki vállalna egy szólamot, mindenki fújná a dallamot, együtt, hogy mindenki, azt mondom, és mindenki tudná, hogy ez enne segít. Mindenki tudná, hogy mindenki segít. Mindenki tudná, hogy miről szól a dal. Mindenki tudná, hogy most mit akar. Hey, mindenki, azt mond. Mindenki. És mindenki tudná, hogy a zene segít. Mindenki tudná, hogy mindenki segít. Mindenki tudná, hogy miről szól a dal. Mindenki tudná, hogy most mit akar. És azt mondom. Mindenki. Mindenki. Ó, akar szép lenni. Okos. Szerelmes. Gazdag. Egészséges. Na hát ezt kívánom mindenkinek. Mindenki. Köszönöm mindenki. Sziasztok mindenki. 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 Sziasztok mindenki. Sziasztok!